Aki az igazságot keresi, annak mindenképpen fel kell készülnie arra, amikor azt megtalálja. És azok, akik követik a videókat ezeken a csatornákon, azok hozzászokhattak ahhoz, hogy az igazság az általában sokkal hihetetlenebb, mint bármiféle fantázia is lehetne. Ez nincsen másként természetesen, ebben az esetben sem, amikor azt fogjuk kideríteni, hogy mit mond az írás, arról, hogy hogyan is nézett ki valójában Jahusá Hamásiák a megváltó, illetve Izrael. Mielőtt belevágunk ebbe, nézzük meg, hogy miért is fontos tudnunk, vagy miért is számít egyáltalán, hogy ki Izrael. Aki látta már Jahua népe című sorozatot, annak van elég jó fogalma arról, hogy miért és hogy ki is az valójában, illetve hogy hogyan működik az a rendszer, amit a Teremtő kitalált. Ez a videó azonban egy kicsit más szemszögből közelíti meg ezt a kérdést, és mindent a helyére fog tenni. Jesiáhu így ír a 43-as fejezetben, és most, ó Jákob, így szól Jahua a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Természetesen az Úr nem más, mint Jahua, vagyis a tetragrammaton az eredeti szövegben, az alkotód pedig Yatsar, vagy Yatsar, és ez megformáz, megformál, megmintáz, kialakít, vagy elkészít. A Gesinius-t megnézzük tovább, akkor létrehoz, kigondol, elgondol, eltervez, vagy valamilyen tervet sző. Láthatjuk azt, hogy Yahua Izraelt nevezi az ő tulajdonának, ő az, akit megváltott, akit néven nevez, és ő az, akit alkotott. 44-es fejezetben az első-második vers így szól. És most hallgass, Jákob, én szolgám Izrael, akit én választottam. Így szól Jahua, teremtőd, alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít, ne félj én szolgám Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Ugyanitt a 21-es vers így szól. Ó, emlékezzél meg, Jákob, ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te. Én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el. Ha ő nem felejti el őket, akkor miért van az, hogy mi elfelejtjük? Sőt, azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy ki az. Nézzük Bereshit 1-es fejezet 32-es verset, amikor kiderül, hogy ki is Izrael. Jákob pedig egyedül marad, és tusakodik valahővel egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleti csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsássa el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Azaz úgy tűnik, hogy Jákob erősebb volt, mint ez a férfi. És mondta neki, mi a te neved? És ő mondta Jákob. Amaz pedig mondta ez a férfi. Nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Elohimmel és emberekkel, és győztél. Ez az a pont, amikor Elohim elnevezi Jákobot Jesreelnek. Nézzük meg, hogy mit is jelent a szó Izrael vagy Jesreel. Nem tágít Elohimtől, álhatatosan kitart Elohimmel a nehézségek dacára, erősködik vagy harcol Elohimmel, nem engedi magát lebeszélni vagy leállítani. Nézzük meg, hogy mit mond a Gesinius lexikon ugyan erről. Elohim harcosa, Elohim győzedelmeskedik. Ugye tudjuk, hogy Jákob második neve, és Penuelnél, ennél az esetnél adta, ez Penuelnél történt. Illetve az ő leszármazottait Izraelnek hívják, ugye a 12 gyermekének a leszármazottai. Ha megnézzük a szó etimológiáját, ez egy tulajdonnév, két szóból áll, az első az H8280, nézzük meg, hogy mi ez. Ez sarach, és annyit tesz, hogy makacsul ragaszkodni valamihez, erősködni, vagy nem engedni valamiből,
nem tágítani, álhatatosan kitartani, vagy valaki, akit nem lehet lerázni. Megnézzük a Gesinius-t, akkor itt van egy kikövetkeztetett jelentés, illetve azon kívül azt mondja, hogy harcol, küzd, vagy háborút folytat. Nézzük a másik szót, amiből áll, ez H410, ez pedig el, azaz vezér, vezető, hős, erős, hatalmas, vagy pedig ugye Isten, istenség, vagy pedig maga Elohim, Isten, erő vagy hatalom. Ebből az összetételből jön létre Yesrael, ami ugye így összetéve annyit tesz, hogy vagy harcol Elohimmel, ugyanahogy itt harcolt, vagy érte harcol, illetve valaki, aki Elohim harcosa. Nézzük meg, hogy ki ez a 12 fiú, Izrael gyermekei, akiktől a jelenlegi Izrael származik, illetve hogy van-e ennek egyáltalán jelentősége számunkra. Ez pedig Jelenések könyve, Higalu vagy Hazon, 7. fejezet. És ez így szól. Ezek után látik 4 malákot vagy angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És látik más malákot vagy angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében van az élő Elohimnek pecséte. És nagy szóval kiállta a 4 angyalnak, akiknek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván ne ártsatok se földnek, se tengernek, se fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi hatalmasságunk szolgáit az ő homlokukon. És hallám a megpecsételtek számát 144 ezer, az Izrael vagy Esrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Úgyhogy ezek szerint még az utolsó időkben, mikor ez az elpecsételés tart a 144 ezer, még mindig Izrael fiainak nemzetségéből lesz, illetve ezekről van szó. Név szerint ők Júda, Ruben, Gád, Asher, Naftali, Manasszé, Simeon, Lévi, Isakár, Zebulon, Jahuszef, illetve Benjamin. 12 ezer, mind a 12 törzsből, és az adja majd a 144 ezret, ami Izrael fiainak minden nemzetségéből lesz elpecsételve. De nem csak az utolsó időkben, hanem az után is lesz jelentősége Izrael 12 törzsének, ez pedig szintén Jelenések könyve, vagyis Higalú, ez a 21-es fejezet. 10-es vers így szól. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nekem azt a nagy várost, a Kodes vagy Szent Jeruzsálemet, amely Elohimtől szállott alá a mennyből. És nagy és magas kőfalavala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael vagy Jesrael fiai 12 törzsének nevei. Úgy tűnik, hogy igenis van jelentősége annak, hogy ki Izrael leszármazottja, illetve nekünk érdemes kikutatni azt, hogy valójában kik ezek az emberek. Azt gondolom mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem azok, akikről a világ azt gondolja ma, hogy Izrael leszármazottai, illetve Izrael gyermekei. Hogy ennek van jelentősége, azt Saul is alátámasztja a rómaiakhoz írt levelének 9-es fejezetében így szól, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek a másiáktól elszakasztva, az én atyám fiaiért, akik rokonaim a test szerint. Test szerint sarx, hús, test, vagy hústest, ugye, azaz fizikálisan rokonai, nem spirituális testvérei, hanem ők valójában vérrokonai. Kik ezek? Akik izraeliták, izraelitész, izraelita, Izrael leszármazottja, akiké a fiúság, az örökbefogadás, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, és az igaz tisztelet, és az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való test szerint a másiák. A megváltó tehát izraelita volt, ugyanúgy, ahogy Saul, ugyanúgy, ahogy a pátriárkák, a proféták, az apostolok, és mindenki, akiről ebben a könyvben olvasunk, akikkel Elohim valaha is foglalkozott. Akkor vajon kik ezek a karakterek ezen a képen? De nézzük meg akkor, hogy mit jelent a fiúság kifejezés. Fiúság, hyotesia, örökbefogadás, fiúgyermek kifogadás. Láthattuk, hogy Jahua megteremtette őket, ez által
örökbe fogadta őket, mint az ő gyermekei. Izraelnek mondta, de egyébként utána minden leszármazottjára ez érvényes. Dicsőség, ez doxa, ugye jó vagy rossz vélemény, hírnév, tekintély, vagy dicsőség. A szövetségek, diatheke, végrendelet, úgy, mint idézőjebe ó és új szövetség, megállapodás, szerződés, szövetség. Hogyha a szövetségekről beszél, akkor ezek szerint több van, akkor miért mondják a keresztények azt, hogy az úgynevezett új szövetség az már rájuk vonatkozik, mikor egyértelművé teszi Saul, hogy mind az összes szövetség Izraelre vonatkozó. Sőt, ha egyszer nincs törvény, és azt már a fára szegezte, akkor miért beszél arról még mindig Saul, hogy a törvényadás is az ő részük. Ez nomothesia, törvényhozás, törvénykönyv. És törvényhozó a szó, amiből ered. Az egyik, az előtagja a szónak az nomos, ami annyit tesz, hogy rendelkezés, hagyomány, szokás, törvény, vagy a mózesi törvény. Ez az, amiről beszél itt Saul. A mózesi törvényt is nekik adta, ő még mindig fontosnak tartja, hogy ezt megemlítse. Az ígéretek pedig epagelia, bejelentés, hirdetés, parancs, ígéret. Ígéretet ugye ismerjük, amikor Jehua megígérte Ábrahámnak, hogy a te magodból áldatnak meg a föld minden lakosai, és neked adom, és a leszármazottainak azt a területet, amelyen jövevény voltál. Ami ugye a Nílustól az Eufrátiszig terjed. És valamint izraeliták, akiké az atyák, ugye a pátriárkák, és akik közül való a másiák maga. Mint általában Saul bizonyítja, hogy ő igenis ismeri a tanákot, és fontosnak tartja, hiszen amiről beszél, az nem újdonság, ugyanis Zsoltárok Tehelim 147-es fejezetben így szól a 19-es vers. Közli igéit Jákobba, törvényeit s végzéseit Izraellel, nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Az igéi, az pedig dabár a kifejezés, és ugye ez a szó a 10 dabarim, vagyis a 10 parancsolat, az dabár a parancsolat szó, ez szó, beszéd, mondás, vagy pedig parancs, parancs szó. Ugye ez az, amiről beszél itt, hogy közli az igéit, a törvény az mispát, ami ítélet, ítélethozatal, döntés, vagy pedig utasítás, rendelet, szabály, és a többi. És a többi végzés pedig hok, és ez pedig egy döntés, határozat, előírás, vagy pedig tevékenység, munka, stb. Tudjuk, hogy ezt velük közölte csak, ezért választotta Ábrahámot, hogy azután egy nép legyen az, akit ő irányít, és ő általa majd eljut a világ minden pontjára Jahova dicsősége. Amos szintén megerősíti a hármas fejezetben ugyanezt, mikor is így szól, halljátok meg a beszédet, melyet Jahova szól, ti felőletek, Izrael fiai, minden a nemzetség felől, melyet felhoztam Egyiptom vagy Misraim földéről, ezt mondván csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül. Azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Ez pedig már Dabarim 32-es fejezet, a 8-as vers így szól, mikor a felséges örökséget osztott a népeknek, mikor szétválasztá az ember fiait, megszabta a népek határait Jesrael vagy Izrael fiainak száma szerint, mert Jahuának része, az ő népe, Jákob neki sorsa jutott öröksége. Amikor az örökségről van szó, az örökség az nachal, és adományoz azt jelenti, illetve ajándék vagy adomány, de azt tudjuk meg, hogy a héberben csak származék szavak képzéséhez használják, ugye az első alapjelentését, ezen kívül pedig, ha Gesinius-t megnézzük, akkor arról beszél, hogy tulajdonul megkap, birtokba vesz, megszerez, szertesz, örökségül kap, szétoszt, kioszt. A felséges pedig Elion, ugye ez az el szóból származik, és magas, felső, legfelső, mint melléknév. És ha főnév, akkor legmagasabb, legfelsőbb. Láthatjuk, hogy a népek valamilyen rend szerint szét vannak osztva, és Jahuának jutott Jákob, és így ugye természetesen Izrael. De egy érdekességet megmutatnék
Ez ugye, amit a Károli ír a 8-as versben, a Káldi szintén azt mondja, hogy Izrael fiainak száma szerint, a katolikus pedig már azt írja, hogy Elohim fiainak számához mérten. Elohim fiainak számához mérten, az arany pedig azt írja, hogy Izrael fiainak száma szerint. Ez pedig már a Septuaginta angol verziója, ami arról ír, hogy amikor felosztotta a nemzeteket, és azoknak határt szabott, akkor azt az Elohim angyalainak száma szerint tette. Aki esetleg nincs tisztában a fordításokkal, annak elmondom, hogy általában ugyanabból a szövegből fordították az összes itt jelenlevő verziót. A Septuaginta az egy másik iratból készült, de ezen kívül az Etheridge szintén egy arámi nyelvű verzió, szóval az is egy más verzió. Úgyhogy fel lehet lelni ilyen különbségeket a verziók között. Minden esetre a logika azt diktálná, hogy ne Izrael száma szerint ossza fel, hiszen ha Izrael is egy örökség, akkor valami más érvnek kell lenni, vagy döntő szempontnak. Zsoltárok 148-as fejezet utolsó verse így szól, és felemelte az ő népének szarvát, tehát van egy népe, dicsőítse mindenő kegyeltje, Izrael fiai, a hozzá közel való nép, dicsérjétek Jahuát. Káldi úgy ír, hogy Izrael fiainak, a népnek, mely hozzá tartozik, katolikus Izrael fiainak, a népnek, mely közel van hozzá, az arany pedig Izrael fiainak, az ő hozzá közel való népnek. Érdekes, hogy valami oknál fogva már a Halleluja sem került bele a Károli verzióba, hanem dicsérjétek Jahuát, ugye a Halleluja, az dicsérjétek Jahuát, azt jelenti, szóval már ezt is kihagyták a Károli verzióba. Ez pedig már 2 Mózes 19, és onnan is a 3-as vers, Mosé pedig felméne Elohimhez, és szól hozzá Jahua a hegyről mondván, ezt mond a Jákob háza népének, és ezt ad tudtára az Izrael fiainak. Nézzük, hogy mi is az. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, amiről Saul beszélt, ez a szövetség, ez Brit, ugye mint a Brit Hadasha, a megújult szövetség, szövetség, szövetségkötés, megállapodás, ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma, és egy kodes, vagy szent nép. Utána pedig elmondja, hogy ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod a Jisrael fiainak. Elmondja nekik a szövetséget. Azaz valamennyi nép közül Jisrael vagy Izrael lesz az ő kiválasztott népe, azért, mert ők egy papok birodalma és egy kodes vagy szent nép. Mindenkinek figyelmébe ajánlom azt, amit Jesiahu Ézsaiás a 49-es fejezetben ír. Ugyanis itt nem csak Izraelről van szó, hanem az egész földről, de természetesen létezik egy hierarchia, mint mindig abban, amit Jahua csinál. Így szól. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek. Anyám méhétől hívott el Jahua, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Szerintem egyértelmű lesz mindenkinek hamarosan, hogy kiről van szó, de nézzük tovább. Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtette engem, fényes nyillá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És mondá nekem, szolgám vagy te, Jisrael, akiben én megdicsőlök. És én mondám, hiába fáradoztam, semmire, és haszontalan költöttem el erőmet, de Jahuánál van ítéletem, és jutalmam hatalmasságomnál. És most így szól Jahua, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jakobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Jisrael hozzá gyűjtessék. Ugye arról van szó, aki meg fogja hozzá téríteni Jisraelt, illetve Jakob összes leszármazottját, hiszen tisztelt vagyok Jahua szemeiben, és erősségem az én hatalmasságom.
Nyilvánvalóan a másiákról beszél, de nézzük, hogy hogyan ír a hatos versben. Így szól, kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Pontosan ez volt a célja, nem csak Jahusa másiák eljövetelével, hanem az egész Izrael kiválasztásával, ezért mondta, hogy egy papság, illetve egy szent nép, hogy az ő üdvössége, Jahova dicsősége eljusson az egész világon mindenhova. Ő ezt a módszert választotta, hogy kiválaszt egy népet, azoknak megtanítja, és aztán ők elterjesztik a világot. Nézzük, hogy Zakariás a 8-as fejezetben mit ír erről. Ezt mondja a seregeknek hatalmassága. Még lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok városoknak lakói, és egyiknek lakói a másikhoz mennek, mondván. Menten menjünk el Jahova orcájának engesztelésére, a seregek hatalmasságának keresésére. Én is elmegyek, és eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe, seregek hatalmasságának keresésére, és Jahova orcájának engesztelésére. Megerősíti ezt ugye Jesiahu Ézsaiás 56-os fejezet, 7-es vers, Koresh, vagy Szent hegyemre viszem föl ezeket, megvidámítom őket imádságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hivatik minden népek számára. Úgyhogy mindenkinek van helye ebben, így szól Jahova Elohim, aki összegyűjti Jesrál elszélet fiait, még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtöttjeihez. Kiket? Az idegeneket, akik Jahuához adják magukat, hogy neki szolgáljanak, és hogy szeressék Jahua nevét, hogy ő neki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a sabátot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Úgyhogy mindenkinek megvan ebben a helye, csak megvan a hierarchia, ahogyan ez zajlik, és ha visszatérünk Zakariáshoz, az utolsó vers a 8-as fejezetben megmutatja, hogy hogy is van ez a hierarchia. Ezt mondja a seregek hatalmassága, e napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad meg egy jahudim férfiúba, s ragad annak ruhája szélébe, mondván, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van Elohim. Ez ugye jahudi a kifejezés, mint zsidó, és ez júdabeli, azt jelenti, vagy pedig zsidó. Ugye a mai használattal zsidó. Minden nyelvű pogány pedig az összes többi nép. Még Izraelen belül is van egy hierarchia, hiszen a másiák az ugye Júda vagy a Huda törzséből származott, a többit ő ébresztgette volna föl. Ugye volt a déli királyság, a Huda, illetve Lévi és Benjamin, és volt az északi királyság a 10 másik törzs. Úgyhogy a hierarchia Izraelen belül is megvan, és természetesen utána a világ többi népe következik. Ha elugrunk Jesiahu Ézsaiás 66-os fejezethez, akkor részletesebben olvashatunk erről, ami történik az utolsó időben, mert ímé Jahua eljött tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az ő haragját, és megfedését sebesen égő lánggal, ugye ez az utolsó időkről ír. Mert Jahua tűzzel ítél, és kardjával minden testet, és sokan lesznek Jahuától megöltek. Még az utolsó időben is arról beszél, hogy visszatér, természetesen az ő szava, Jahusa Hamásiák által, ő az, aki eljő majd, aki rendet tesz a világon, és úgy tűnik, hogy ő tűzzel ítél, kardjával, és sokan lesznek, akiket megöl. Úgyhogy ő egyáltalán nem az a békés karakter lesz, akit látunk ott evegetni minden képen, a halálsápadt barátaival. Nézzük, hogy kik azok, akiket megítél a tűzzel, a kardjával, és kik azok, akiket megöl. Akik magukat megszentelik, és mossák a kertekért egy pap mögött, középen. Ugye ez arra utal, hogy a pogányok fölépítik a kis kertjeiket, és akkor abban áldoznak a fák alatt. Ez ma már annyira nem népszerű, csak karácsonykor csinálja az egész világ. Kik még, akik disznóhúst esznek? Úgyhogy mindenki, aki még disznóhúst teszik, az várhatja a tüzet, a kardot, meg Jahua visszatérését. És férget és egeret együtt pusztulnak el mind
ezt mondja Jahua. 18-as vers, és én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem, eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén meglássák az én dicsőségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük megszabadultakat a népekhez, Társisba, Pulba, Ludba, az íjászokhoz, Tubához, Jávánhoz, a messze szigetekbe, amelyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között. És mi történik? Elhozzák minden testvéreiteket, minden népek közül ajándékul Jahuának, lovakon, szekereken, hintókon, összvéreken, tevéken, szentségemnek, hegyére, Jeruzsálembe, így szól Jahua, amint hozzák Jeselnek fiai az ajándékot tiszta edényben, Jahuának házába. A népek fogják elhozni Izrael testvéreit, illetve a népet vissza Jeruzsálembe ebben az időben. És ezek közül is választok a papok közé, a léviták közé, így szól Jahua. Aki azt mondja, hogy Izrael már nem fontos, annak a 22-es verset ajánlom, mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól Jahua, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól Jahua, visszautalva 56-os fejezetre, amit olvastunk, és kimenvén látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem vétkeztek, a disznóevők, mert az ő férgük meg nem hal, és tűzök el nem aluszik, az egérevők, és minden test előtt borzadásul lesznek azok, akik még mindig nem értik, hogy miről szól ez az egész. Még egyszer, ha valaki azt gondolja, hogy már ez a kereszténységről szól, azokról a pogányokról, akik azt mondják, hogy ők a megváltót követik, akkor az téved. Ez egyértelműen megmondta az előző fejezetben is, Ézsaiás 66-ban, hogy ő kitart mellettük, és ugyanezt olvashatjuk Sapatim vagy Bírák második fejezetben, felméne pedig Jahuának angyala Gilgából Bokimba. Ugye ez Jahuának malákja, vagy angyala, akiről beszélünk, és ezt mondja, én vezettelek fel titeket Egyiptomba. Akkor ki ez az angyal, aki felvezette a népet Egyiptomból? És hoztalak benneteket erre a földre, amely felől megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék, nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké. A szövetség brit, természetesen ugyanaz szövetségkötés, illetve a soha örökké, az pedig olam, ami annyit tesz, hogy hajnalkor, régmúlt, ősidő, őskor, mindig, mindörökké, folyton, örökös. Örökké valóság, időszak. A Ikra 26-os fejezetben szintén megerősíti ugyanezt, de mind a mellett is, ha az ő ellenségeik földén lesznek is, akkor sem vetem meg őket, és nem utálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velük való szövetségemet, mert én, Jahua, az ő hatalmasságuk vagyok. Sőt, megemlékezem értük az elődökkel kötött szövetségről, akiket kihoztam Egyiptom földéről, a pogány népek láttára, hogy hatalmasságuk legyek, én vagyok Jahua. Ez Debarim 4-es fejezet, ugye 5 Mózes, mikor nyomorúságban leindesz, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz Jahuához, a te hatalmasságodhoz, és hallgatsz az ő szavára, mert irgalmas Elohim, Jahua, a te hatalmasságod, nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdött nekik. Utolsó ezzel kapcsolatban nézzük még meg ez Tehelim Zsoltárok 89-es fejezet, és így szól. Jahuának kegyelmességét hadd énekeljem örökké. Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltadat a menny az egekben, a Samaimban. 4-es. Szövetséget kötöttem az én választottammal, ez ugye Jahua, megesküdtem Daudnak, vagy Dávidnak, az én szolgámnak, mind örökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet, Szelá.
Azaz, ez az ígéret, mely Dávidnak szól, ez a szövetség Dáviddal. 19-es vers, mert Jahó a mi pajzsunk, és Izraelnek szentje a mi királyunk. Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondán, ez ugye Jahó a Dávidhoz, segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat, megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg. Arról beszél, hogy ugye megígérte Dávidnak, hogy az ő leszármazottai fognak mindig ülni ezen a trónon. Természetesen most is így van, sajnálatos, hogy sokan ezt nem értik, de Jahusa Hamásiák az, aki ezen a trónon ül. 27. Ő így szólít engem, atyám, vagy te, én hatalmasságom és szabadításom kősziklája. Én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és fellebb valónál a föld királyainál, ki más lehetne ez, mint Jahusá másiak. Örökké megtartom neki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. És az ő magvát örökké valóvá teszem, és az ő királyi székét, mint egeknek napjait. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, Dávidról beszél ismét, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Ő nem változtatja meg a szövetséget. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én szentségemre, vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben levő bizonyság. Ezt szerettem volna bemutatni ez alkalommal, és folytatni fogjuk természetesen tovább, csak fontosnak tartottam, hogy mindenki megértse azt, hogy Izrael, mint nép, nem tűnt el, vagy nem múlik el, vagy nem válik jelentéktelenné soha Jahua számára. A másik dolog az, hogy a mai pogány kereszténység, de a korai kereszténység, vagy a népek soha nem váltak Izrael helyettesítőjévé. A rendszer megvolt, megvan, és meg lesz, csak mindent a maga idejében ez az, ahogyan Jahua dolgozik. Mivel nem tudjuk a rendeléseket, mert nincsen nép, mert senki nem kutatja ki, ezért nem tudhatjuk az igazi értelmezését az írásoknak, hiszen csak velük közölte, a proféták, az apostolok tőle jöttek, ezért nem lehet csak úgy az információt megszerezni. Ez volt a lényege Izrael népének, hogy az terjessze el a dicsőségét a földön mindenhová. És ő nem változik meg. A káosz, ami van ma az írásokkal kapcsolatban, annak a következménye, hogy a legtöbben elfelejtették, mert el akarták felejteni, mert az ellenség így manipulálta az emberiséget. Természetesen a büszkeség volt az, aminek segítségével sikerült ezt elérnie. Így mára elhitette a világgal, hogy pogányként élve lehetünk a megváltó követői. Az biztos, hogy Jézus Krisztus követői lehetünk, de az igazi Jahusá Hamásiák követői semmiképpen nem lehetünk, ha úgy élünk, mint a világ, és nem vesszük figyelembe a Torát, ami örök érvényű, és biztosítja számunkra azt, hogy Jahua útján tudjunk járni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!